Jó reggelt kívánok, 8 óra van, ez a Híradó az M1-en, Székely Áron vagyok. Egy fiatal férfi meghalt, legalább 7 másik ember pedig megsebesült egy merényletben péntek este Tel Aviv központjában, közölte az izraeli mentőszolgálat. A mentők szerint az áldozatok külföldi állampolgárok, az elhunyt férfi olasz. A rendőrség polgári személyek ellen elkövetett terrormerényletnek nevezte a cselekményt. A támadó egy gépkocsival járókelők közé hajtott, és rendőrségi beszámolók szerint lövöldözni készült, ám a rendőrök ártalmatlanná tették. A támadás után Benjamin Netanyahu miniszterelnök mozgósította a katonai rendőrség és a katonaság tartalékos egységeit. Most kapcsolunk a legfrissebbekért Siri Zsuzsához, Jeruzsálembe. Zsuzsa, milyen fejleményekről tudsz beszámolni? Jó reggelt kívánok! Azóta megtudtuk, hogy egy 35 éves római ügyvéd volt az áldozat, a halálos áldozat. A elkövetőről is tudunk, Kafr Kassem, egy izraeli arab falu 45 éves lakója, akinek semmiféle biztonsági előélete nem volt, soha nem került a biztonsági hatóságok látókörébe, és új fejlemény, hogy a Kafr Kassemi, tehát izraeli arab, nem palesztin hatósághoz tartozó helyhatóság egyértelműen elítélte és elhatárolódott ettől a terrorcselekménytől, és hasonlóképpen Mansour Abbas, a Ram párt elnöke, ez az a párt, amely az előző kormányban részese volt az izraeli kabinetnek, egyértelműen és világosan elhatárolódott és elítélte a merényletet. Ilyenre nem emlékszem, hogy valaha sor került volna. Sokszor elítélték már, de általában úgy, hogy ez nem használ a palesztin ügynek. Most viszont egyértelműen és világosan a palesztin közösségek is elhatárolódtak ettől. Ez a tragédia beárnyékolja az ünnepet, hiszen húsvét idején százezrek érkeznek Jeruzsálembe a Szent Sírhoz, hogy részt vegyenek a szertartásokon. Változik-e emiatt az ünnepi menetrend? Mire lehet számítani? Nem értesítettek semmiféle változásról. A szokásos menetrend szerint fog történni nagy szombat Jeruzsálemben, természetesen fokozott biztonsági védelmi előírásokkal. Ugye mozgósították a katonai rendőrség alakulatait, akik elsősorban felügyelik a jeruzsálemi óváros szent helyeit, tehát fokozott biztonsággal, de megtartanak minden szokásos eseményt. Először már kora reggel elkezdődött a Szent Sírnál, a Szent Edikulénél a húsvéti vigília, a Jeruzsálem óvárosában, a Szent Sír bazilikában, és megkezdődött a gyásznapja, az a nap, amikor arra emlékeznek, hogy ott, azon a helyen Jézus sírjában feküdt, amelyet egy hatalmas kő zárt el, és azon a helyen valóban a régészek szerint is sziklasírok voltak időszámításunk kezdetén. Ezeket a sziklasírokat a rómaiak elfedték egy pogány szentéllyel, majd Heléna anyacsászárné, Nagy Konstantin édesanyja azonosította, felismerte ezt a helyet, és fölé emelte a Szent Sír bazilikát. Jelenleg is ennek a hatalmas bizánci templomnak a maradványai nagyrészt maga a templom, ezt alakították át később egy kicsit a keresztes korban. A Szent Sír előtt ebben a templomban ma gyász folyik, gyászolnak, de már készülnek a vasárnapi, a holnapi feltámadás örömére is. Először 3:30-kor ünnepélyes körmenetet tartanak a Szent Sírnál, majd este 6:00-kor esti áhítatot. Ezen a helyen lesz egy hét múlva, mert idén az ortodox húsvét egy héttel későbbre esik, a Szent Láng szertartása, amikor a görög pátriárka bevonul a Szent Sírhoz, a Szent Edikuléba, és ott csodás módon meggyullad, lángra kell a gyertyája, amit kivisz a több ezer kívül várakozó hívőnek, akik aztán a görög ortodox világban szerte viszik ezt a Szent Lángot. Siri Zsuzsa, nagyon szépen köszönjük az információkat. Nagy szombat van, a húsvéti ünnepkör szent 3 napja közül, ez az utolsó. Ilyenkor a katolikus egyház papsága a hívekkel együtt az Úr szenvedéséről és haláláról elmélkedik, illetve közösen készülnek a feltámadásra. Ferenc pápa nem vett részt a Kolosseumnál tartott hagyományos nagypéntek esti keresztúton. Rómában ugyanis az évszakhoz képest rendkívül hideg volt, a 86 éves egyház főt pedig alig egy hete még kórházban kezelték.
A körmeneten, amelyet idén a háború és a migráció áldozatainak szenteltek, 20 000 vettek részt. A tervek szerint ma este már ő vezeti a vírasztást a bazilikában, húsvét vasárnap pedig ünnepi misét celebrál a Szent Péter téren. Egy ember meghalt, 16-an pedig megsebesültek, amikor sorozatvető támadás érte Donyeck belvárosát pénteken. Mindannyian civilek, nyilatkozta az Ukrajnától elcsatolt Donyecki régió megbízott vezetőinek tanácsadója a Moszkva 24 televíziónak. A támadás a fedett vásárcsarnok környékét érte, számos épület megsemmisült. Ez alatt új lendületet vett az orosz támadás Bakhmutban. A brit védelmi minisztérium friss jelentése szerint jelentős sikereket értek el a megszállók a hónapok óta ostromlott városban. 3 napos hadgyakorlatba kezdett Peking a tajvani szorosban azután, hogy a tajvani elnök találkozott az amerikai képviselőház elnökével az Egyesült Államokban. A kínai hadsereg hétfőn éles lövészetet is tart a keleti Fujian tartomány partjainál, amely Kína Tajvanhoz legközelebb eső pontja. Taipei szerint a harci manőverek veszélyeztetik az ázsiai csendes óceáni térség stabilitását és biztonságát. Kína nem tetszését szemléli Tajvan és az Egyesült Államok közeledését, amelynek részeként Washington jelentős katonai támogatást nyújt a szigetnek. Újabb rakétakísérletet hajtott végre Észak-Korea, ezúttal nukleáris rakéta hordozására képes vízalatti drónokat próbáltak ki. A fenyeni hatóságok közleménye szerint a drón 1000 kilométert tett meg a tenger alatt, majd felrobbant. A kommunista rezsim alig egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy kifejlesztette a cunami névre keresztelt eszközt. Pénteken is folytatódtak a nyugdíjreform elleni demonstrációk Franciaországban. A tüntetők ezúttal az ismert turista látványosság, a Mont-Saint-Michel felé vezető autóutat vették blokkád alá. Hetek óta tartanak már a tiltakozások Franciaország szerte, mert 2 évvel megemelték a nyugdíjkorhatárt. A tüntetések ugyanakkor sokszor zavargásba fulladnak. Tüntetők vonták blokkád alá az ismert turista látványosság Mont-Saint-Michel felé vezető utat pénteken. A demonstráció része annak a több hete tartó megmozdulás sorozatnak, amelynek résztvevői Macron elnök nyugdíjreform terve ellen tiltakoznak. Tegnap volt a 11. tüntetésünk, ma pedig szándékosan a nemzetközileg ismert Mont-Saint-Michelt választottuk helyszínül, hogy megmutassuk, ugyanolyan elszántak vagyunk, mint eddig, mondta egy ápolónő. A tüntetők szerint a nyugdíjkorhatár megemelése 2 évvel a fizikai munkakörökben dolgozókat sújtja majd leginkább. Sokan attól tartanak, hogy hosszú évek megterhelő munkája után egészségügyi problémákkal lesznek kénytelenek nyugdíjba vonulni. Nem vagyok hajlandó 64 éves koromig dolgozni, egyáltalán nem, 62 év bőven elég, főleg azoknak, akik kemény munkát végeznek. A kormány néhány éve megváltoztatta az úgynevezett nehéz munkakörök meghatározását, ami minket is érintett. Így nem fogjuk tudni jó egészségben megélni a nyugdíjas éveket, mondta egy villanyszerelő. A Mont-Saint-Michelnél tartott demonstráció ellenére a pénteki nap viszonylag nyugodtan telt, szemben a csütörtökkel, amikor is a francia belügyminisztérium közlése szerint országszerte közel 600 000 tiltakozó vonult az utcára és többeket őrizetbe vettek. A tüntetések ugyanis több helyen zavargássá fajultak. Rendben, a nyugdíjreform ellenzői a hatóságokkal is összecsaptak, festékkel töltött üvegekkel dobálták a rendőröket, akik könnygázzal oszlatták a tömeget. Nantban is utcai harcok alakultak ki, a tüntetők felgyújtották a kukákat, felszedték az utcaköveket és azokkal támadtak a rendfenntartó erőkre. A hatóságok itt is könnygázgránátokat vetettek be, hogy megfékezzék a zavargást. Párizsban a tiltakozók egy csoportja egy irodaházat is elfoglalt, ahol a világ egyik legnagyobb vagyonkezelője is működik. A demonstrálók a cég magánnyugdíj pénztári tevékenysége miatt vették célba az épületet, ahol fáklyákat gyújtottak. Gazdasági szakemberek szerint a francia nyugdíjrendszer nem fenntartható a nyugdíjkorhatár megemelése nélkül. A nyugdíj kifizetések tavaly ugyanis már a GDP csaknem 15%-át tették ki, szemben a 10-11%-os Európai Uniós átlaggal. Itthon az ünnepek alatt változik a MÁV és a volán menetrendje. A MÁV startjáratai ma és holnap az ünnepnapi, húsvét hétfőn a vasárnapi, kedden pedig már a munkanapi menetrend szerint közlekednek. Mivel jelentősen megnövekedhet az utasforgalom, a vasúttársaság azt javasolja, hogy aki tudja, vegye meg az interneten a jegyét, vagy használja a jegyautomatákat.
A volánbuszok ma a szabadnapi, húsvét vasárnap a munkaszüneti napi, húsvét hétfőn a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti napi, kedden pedig a hét első tanítási szünetes munkanapján érvényes menetrend szerint indulnak. A veszélyeztetett gyűrűsfarkú makik is megkapták húsvéti ajándékukat az angliai Whipsnade állatkertjében. Az állatokat idén festett tojásokba rejtett finomságokkal lepték meg a gondozók. A makik az állatkert által közített videó tanúsága szerint örültek a díszekbe rejtett édesburgonyának. Nem maradt ajándék nélkül a többi állat sem, volt amelyiknek húsos finomságokat készítettek, az orrszarvú pedig festett húsvéti dobozokba rejtett harapnivalót kapott. Ez volt a Híradó 8 órától, amely újra megnézhető a híradó.hu weboldalon. Most jön a Nemzeti Sporthíradóval Maruzsa Istvánnal.